Köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben című szakmagazinban. Gunyát Zoltán műsorvezető vagyok, másik műsorvezetőnk egy szakmai nagymester, Varga Péter nagymester, nemzetközi mester. Én is köszöntök mindenkit. Minden adásunkban beszámolunk a megye sakk életének fő történéseiről. Előző adásunkban az NB2 küzdelmeinek befejező fordulójáról és a végeredményről számoltunk be. A mai adásunkban a megyei csapatbajnokság, megyei első osztályú csapatbajnokság finiséről tudunk beszámolni. A megyei csapatbajnokság még nem fejeződött be, még egy forduló van hátra. Az utolsó előtti, a 8. forduló zajlott le 2016. május 8-án. Az egyik mérkőzést nem játszották le, a Nagyhalász és a Balkány ugyanis elhalasztotta a mérkőzést egy héttel, így a tabella hátsó felében helyet foglaló két csapat küzdelméről még nem tudunk beszámolni. Nagy küzdelmet vívott a Dávid SC és a Kisvárda csapata. A fordulót megelőzően a Kisvárda csapata az ezüstérmes helyen állt, harmadik helyen állt a Dávid SC, és őt 5 ponttal követte a Nyíregyházi Sakkiskola a negyedik helyre lecsúszva. Az előző adásunkban beszámoltunk arról, hogy milyen érdeklődés övezte a 6. fordulóban a Kisvárda és Piremon egy mérkőzés, tehát az első és második helyen álló mérkőzést, mivel a Piremon kisebb arányban ugyan, de győzni tudott a Kisvárda ellen, ezért megőrizte és bebetonozta az első helyét a Piremon első csapata, a Kisvárda pedig a második helyen maradt. Ezzel tisztázódott, hogy a bajnokság győztese minden bizonnyal a Piremon első csapata lesz, míg ezüstérmese a Kisvárda lesz. A harmadik helyen álló Dáviddal mérkőzött meg a Dávid otthonában, Nyíregyházán a Kisvárda vendégeskedett, és a papírforma kisebb arányú kisvárdai győzelmet ígért. A Dávid SC, amelyik tulajdonképpen a Bethlen Gábor Általános Iskola Gimnázium mellett lévő sportegyesületet jelenti, ezen iskolának a versenyeiről és kiváló diák eredményeiről már többször beszámoltunk, szóval a Dávid SC otthonában bombaformában játszott és megállította, sőt, igen, nagy arányban le is tudta győzni a Kisvárda csapatát. A Kisvárda nélkülözte első táblását, Lengyel Lacit, akiről már többször beszámoltunk és bemutattunk a küzdelmünkben. Ettől függetlenül még nem kellett volna a kisvárdaiaknak kikapni, hiszen nagy rutinú játékosok játszottak ott. Lakatos Krisztián matematika tanár úr, Molnár János, aki a tiszavasvári vendégjátékosa is, ott a legjobb pontszerzője volt a csapatnak, tehát olyan híres és nagyszerű játékosok játszottak Kisvárdán, akik inkább kisvárdai sikert vetítettek volna előre, mégis a Dávid lelkes játékkal 7-3-ra le tudta győzni a Kisvárdát, ezzel helyet is cseréltek a tabellán, a Dávid feljött a második helyre 52 ponttal, fél ponttal követi őt a Kisvárda, tehát 51,5 ponttal. A Piremon első csapata Fehérgyarmattal mérkőzött meg, és bajnokhoz esélyes módon 6,5-3,5 arányban tudta legyőzni a Fehérgyarmat csapatát. Fehérgyarmat nélkülözte a legjobb játékosát, a fél évről fél évre igen dinamikusan fejlődő fiatal Barta Gábort. Egyébként ez a papírforma szerinti eredmény, tehát a fehérgyarmati csapatnak a tartalékos voltát és helytállását semmi sem vonhatja kétségbe. A Piremon tulajdonképpen a komplet NB2-es csapatával, NB2-ből kiesett csapatával játszott. A Balkány otthonában fogadta a Piremon második csapatát, és nagy küzdelemben végül is a Piremon második csapata győzött, 6-4-re a Balkány otthonában, ez egy tisztes balkányi helytállásnak volt köszönhető. Vajára látogatott a Nyíregyházi Sakkiskola második csapata, a Sakkiskola csapata rendkívül tartalékos volt, hiszen ha jól számolom, 5 játékosa játszott akkor Katowicében a lengyel-magyar hagyományos rapid versenyen is, Péter éppen a te vezérleteddel, és igen, tartalékosan állt ki tehát a Nyíregyházi Sakkiskola, és én itthon maradtam, nem mentem el Katowicébe, hogy játszhassak ezen a mérkőzésen. A Vaja
a legjobb ifjúsági játékosát Tóth Tamás tudta csak nélkülözni, egyébként kompletten állt fel, óriási nyíregyházi siker született, 9,5-fél arányban tudta a sakkiskola legyőzni a vajai csapatot, ami várakozáson felüli eredmény. Ha jól emlékszem, Péter, olyan döntetlen körüli eredményt jósoltál, de hát rendkívül kellemes partiknak voltam a szemtanúi és játszója. Érdekességképpen megjegyezném, hogy a nyíregyházi sakkiskola egyik fiatal játékosa, egy 10 éves fiatalember, aki a matematikában is igen nagyszerűen teljesít, Gyöngyi Bálintnak hívják, elsőként fejezte be a játszmát, az 5 órás játékidejű partiban, mint egy 40 perc alatt a sötét figurákat vezérelve 3 fejjel és sok évvel idősebb ellenfelét megadásra késztette. Igen szép küzdelem volt, egyszer majd be is mutatjuk ennek a fiatalembernek a partijait. Ezzel a nyíregyházi sakkiskola megőrizte a 4. helyét, 49,5 ponttal közelítette meg az érmeseket, őket követi Fehérgyarmat az 5. helyen, és a tabella hátralévő csapatainál pedig még elég nehéz sorrendet meghatározni, mivel a Nyírbátor nagyhalász mérkőzést elhalasztották. Szeretnélek megkérdezni, Péter, hogy milyen volt a katowicei verseny. Úgy tudom, ezen a versenyen megmérkőzött a magyar és a lengyel válogatott is, és mellette még nagy nyílt versenyek voltak, ahol a válogatott játékosok is részt vettek, és értékes díjakért lehetett küzdelembe ereszkedni, bár azt hiszem, hogy a nagymenők voltak igazából esélyesek a díjas helyekre. Azt hiszem, magyarok nem is, illetve a nyíregyházi játékosok nem is hoztak el díjat, ami érdekes is lett volna, hiszen egy komplett magyar válogatott is játszott ezen a versenyen. Hát egy nagyon érdekes és nagyon jó versenyen vagyunk túl. Ugye a 4. alkalommal szervezték meg Katowicében ezt a rendezvényt. Most egy kiegészítő rendezvénnyel együtt volt. Ugye a magyar B-válogatott és a lengyel, hát A és B-válogatott játszott egymással. A lengyelektől 2 is játszottak, akik olimpiai válogatott játékosok, és tőlünk igazából azok a játékosok játszottak, akik a közvetlen élmezőny az olimpiai csapatnak. Nagyon-nagyon-nagyon jó eredmény, döntetlent harcoltunk ki, ugye 4 fordulót játszottak a játékosok, tehát ugye 4 játékosból állt a magyar csapat is, és a lengyel csapat is, és minden magyar játékos játszott a 4 lengyel játékossal, és fordítva természetesen. Úgyhogy a lengyelek voltak esélyesebbek, úgy tűnt, hogy meg is tudják nyerni a mérkőzést. Habár mi szereztünk vezetést az első játéknapon is, és a 3. játéknapon is. A 2. egyenlítettek, meg a 4. is egyenlítettek a lengyelek. Értékszám alapján, ha jól emlékszem, a lengyelek jóval előrébb voltak a magyaroktól, de hát a magyarok között mondjuk ilyen is játszott, mint Erdős Viktor nagymester, aki nemrég még a csapatvilágbajnokságon a magyar csapatnak az első táblása volt. Bizony, tehát ő is nagyon erős volt, ő 4-et remizett, de az egyik legnagyobb tehetségünk, ugye Gledura Benyámin is játszott, aki ugye 17 éves még csak, 17 éves lesz idén, és ő végzett a legjobban a magyarok közül, ugye ő 1-et nyert, 3-at remizett, Ruk Robert volt még, aki ugye olimpiai ezüstérmes volt 2002-ben Bledben, ő volt még a csapattagunk, ő Bánusz Tamás. És Bánusz Tamás, akinek a legtöbb élője volt 2621-jel, ő 1 mínuszba végzett, sajnos ő 1-et vesztett, ahol elmondás alapján felcserélt egy lépéspárt, és ezzel gyakorlatilag elvesztette a játszmát. De a Ruk Robi is nyert 1-et, az utolsóba vesztett, meg egy teljesen nyert állást rontott el időzavarban döntetlenre, tehát ne az ő partjában is több volt, ha azt megnyerte volna, akár még a meccset is megnyerhettük volna. Tehát ez egy visszavágó, vagy ugye volt a 2 évvel ezelőtti, az konkrétan az olimpiai felkészülés szolgáló páros mérkőzés után, ott ugye 6 táblán játszottak, a 6 olimpiai csapattag akkor, ugye a lengyel női és férfi válogatott mérkőzött meg Budapesten egymással, ugye ez volt a lengyelektől a visszahívás, ugye most csak 4 és a B csapat sikerült, hogy játszon, akkor nagyon jól jött össze, mert ugye azon az olimpián a magyarok 3. Hát bronzér
ezüstérmet szereztünk. Vagy ezüstérmet? Én ezüstérmet. Jó, igen, jól mondod. Igen, Norvégiában ezüstérem volt. Bocsánat, én összekevertem a tavalyi Európa-bajnoksággal, ahol ott lettünk bronzérmesek. És ugye az bennem most ez volt még, de igazad van, ott egyértelműen fantasztikus játékkal ezüstérmet szereztünk, tehát egy jó felkészülés volt. Remélhetőleg ugye ez a B csapatunk játszott most, de ugye a Gledura Benjamin, aki már megverte az ex-világbajnok Anandot is, és fantasztikus rohamléptékkel tör előre, már olimpiai válogatott kerettag. Hát ugye majd a Polgár Juditnak lesz ezt tiszte eldönteni, hogy kit fog beválogatni. Örömteli azért, hogy Rapold Rihád után egy új tehetség kopogtat a válogatottnak az ajtaján, és igen, megérdemelten. Igen, és ugye ő már, én úgy gondolom, hát ha nem idén, de 2 év múlva biztos, hogy olimpiai válogatott lesz, és töretlen lesz a fejlődése. Tehát mindenképp egy nagyon jó felvezető rendezvényel kezdődött ez a katowicei verseny. Hát a szombat-vasárnapi Rapid verseny az pedig valami hihetetlen erősségű volt. Ugye játszott mind a 4 magyar játékos, és a lengyelek közül 3 játszott a versenyen, de ezen kívül még Fehér Oroszországból érkeztek nagyon erős játékosok. Több lengyel, azt hiszem volt még egy olimpiai csapattag, aki elindult ezen a versenyen, tehát... Ha jól emlékszem, tavaly akkor én is ott voltam veletek, meg tavaly előtt is, tavaly a 2 köztársasági elnök nyitotta meg a versenyt, ott volt Polgár Judit, a világranglista akkori 10. helyezettje a lengyel Vojtaszek, Csörszperit ugye alig tudta megverni, Vojtaszek a világos figurákkal, tehát egy óriási küzdelem volt, tehát ugye Kovalenko, olyan nevek voltak ezen a versenyen, hogy nagyon erős, és egyre erősödik ez a, tehát tavaly is nagyon erős volt, de idén meg még erősebb volt, tehát azt kellett mondani. Tehát egyszerűen nem lehetett szinte a legjobbakon kívül ott az első, a díjas helyekre kerülni, tehát azt kell, a Bánusz Tamás lett a harmadik, 7. lett Erdős Viktor, 8. lett Ruk Robert, és 10. lett Gledula Benjamin, ugye 7 pontot szerezve 9-ből, ugye ők lettek díjasok. Azt kell még megemlíteni, hogy ugye itt az egész abból indult ki, ugye Katowice és Miskolc testvér város, és hogy legyen egy ilyen nagy rendezvény, ők ezt elindították, és hát ez tovább fejlődött, és nem már csak arról szól, hogy a miskolciak mennek oda, hanem most már Nyíregyháza is képviselteti magát ezen a rendezvényen. Nagyon sok ifjúsági játékos játszott a közel, igen, a BCD és az Open csoportban, és ugye most már közel 600 játékos indult ezen a rendezvényen, egy hihetetlen nagy bajnokság ez, amit ugye Katowicében rendeznek, és kinőtte magát. Igen, tehát... látványos és méltó körülmények között megrendezett verseny, úgy tudom, ugyanott volt a verseny, ahol a tavalyi évben. Igen, a kongresszusi tehát központban. Egy gyönyörű, a sakkozóknak a szíve szinte vérzik a fájdalomtól, hogyha nem tudott ott lenni ezen a versenyen. Nagyszerű körülmények között rendkívül sok néző, kellemes versenyhelyiség, és hát ugye, ha nem is a fanfárok szólalnak meg a díjasoknak és a győzteseknek, de a rezes bandatust húz minden díjátadásnál, az igen kellemes élményé teszi a díjasnak a szívében az adott versenyt. Hát itt azt kell még látni, hogy Katowice nagyon nagyon mellé állt a sakkozóknak is, meg ennek a rendezvénynek a szervezése mellé, és... A Sziléziai Sakkszövetség. Hát nagyon fantasztikus, tehát Magyarországon is próbálunk ilyen versenyt szervezni, de az ilyen létszámú verseny igazából nem sikerült. Ilyen pénzügyi ellátottságú, pénzügyi támogatottságú verseny Magyarországon nem tudunk szervezni. Hát igen. Megfelelő szponzori támogatás nélkül. Érdekes volt, mert ugye a játékosok játszhattak nagyon erős játékosokkal, ugye első fordulóban ugyan Dánielnek sikerült megmérkőznie Gledura Benjaminnal, és ugye beszélgetve, én ugye csapatkapitánya szoktam lenni
Benjinek a korosztályos világversenyeken, csapatban is és egyéniben is, és mondta Benji, hogy konkrétan, hogyha jót lépett volna a legvégig Dani, akkor nem tudott volna mit csinálni, döntetlen lett volna. Ugyan Dani még csak 15 éves, a nyíregyházi sakkiskola egyik feltörekvő fiatal titánja, azért nem lett volna rossz, hogyha egy magyar olimpiai kerettagot kiremézik óriási küzdelemben úgy, hogy a Gledura Benji mindenképpen az övére akarta volna tűzni Daninak a skalpját, és csak Dani végül elkövetett hibája miatt sikerült. Hát igen, aztán kijött sajnos a tudásbeli különbség, ott egy rossz lépés, és azonnal lecsapott arra Benjamin, úgyhogy fantasztikus élménnyel gazdagodtak a gyerekek, ugye a Piremonttól is volt öt ifjúsági játékos az edzőjükkel, Trembász Lászlóval együtt, tehát nagyon sokan képviseljük ezt a rendezvényt Nyíregyházáról. Egy fantasztikus légkörű verseny, és az alpolgármester odaadása, kitartása, hogy megszervezze ezt a versenyt, az meg valami eszméletlen volt. Tehát én úgy gondolom, hogy ha lehet, akkor jövőre is érdemes részt venni. Mindenképpen. Elmegyünk. Mert maga az egész hangulata a versenynek nagyon jó volt. Ilyen meghívásnak jövőre sem mondhatunk nemet. Igen. Sakkozzunk akkor. Milyen feladatokkal, kombinációkkal készültünk mára, nézzük. Hát ezt én mindenképp átadnám a te kezedbe, én majd mondanám, vagy felkonferálnám, de különböző, nagyon érdekes kombinációs motivumokkal fogunk ma megismerkedni. Én remélhetőleg érthetően el fogom tudni mondani, hogy mire kell játszani, és különböző állásokban mire kell figyelni. Tekintsük akkor a feladatokat. A képernyőn látható sakkálásunk a támadás vonalakon eszmét mutatja be. A táblán látható állás egyébként világbajnoki zónaközi döntőn fordult elő 41-2 évvel, 1973-ban vagy 74-ben. A világos figurákat az akkori brazil csodagyerek vezeti, Henrik Meking. Sötéttel pedig egy perzsa, egy iráni nagymester Tan játszik. Világos lép és egy szép ráterelises, vonalfelfedéses motivummal győz. Az egész kombináció forszírt, csupán meglátni nehéz. Emlékszem, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor sakkozni kezdtem, láttam ezt, és nem nagyon értettem, hogy pontosan hogy is történik. Most már azóta sikerült fejlődnöm, és megértem a kombinációt azonnal. Tehát azt használja ki világos, hogy vonalakra tereli a kérdéses, támadott figurákat, és kombinációs csapással ér el olyan anyagi előnyt, amely után sötét leteheti a fegyvert. Az állásban világos a futóval beüt F7-re, amire kötelező a királlyal visszaütni, hiszen más szabályos lépés nincs, a sakkot el kell hárítani, király G8 üt F7. Ezek után jön a ráterelés motívuma, bástya üt C7. Saksek, tehát a királya, ha kilépünk, akkor világos egyszerűen leüti a C3-on álló sötét vezért. Buta lépéstek tűnik, hiszen sötét egyszerűen leüti a bástyát, vezér C3 üt C7. És most azt láthatjuk, hogy a vezér és a király egy soron, a hetedik soron látható. Ezek után villanhat világosnak a keze, vezér H7, sakk, a királynak el kell lépnie, és a C7-re terelt vezért, a király ellép például E6-ra, és a C7-re terelt sötét vezért világos le tudja ütni. Tehát király E6, és vezérüt C7, és döntő anyagi előnye van világosnak, sötét letette a fegyvert. Még annyit fűznék hozzá, hogy ugye futőüti F7 is már egy ráterelés volt, tehát kényszerítő erejű lépéseket alkalmazott végig világos, és nem tudott menekülni fekete. Ugye itt, amikor a király vezér egy soron van, vagy egy vonalon, vagy egy átlón, itt most konkrétan egy soron volt, ugye ezt nyársalásnak szoktuk nevezni, ugye olyan, mint hát konkrétan ugye egy nyárs,
a király, vezér, ugye az azonos sorra. Nyársa egy vonalon, igen. És az a vonal lehet a vonal. Saptában átló, vagy pedig sor, vagy sor vonal. Is, és akkor itt ugye ezt nagyon szépen, fantasztikus, tehát ez a Bástyéti C7-es motívum, ez tényleg, ahogy rátereli Feketét a rossz, Fekete királynőt a rossz mezőre, világos, nagyon szép kombináció volt. Nézzük a következő feladatunkat. A táblán látható állásban egy magyar és egy román nagymester mérkőzik, a világos figurákat vezető magyar nagymester lép, és kombinációs csapása meglehetősen megdöbbentő. Futó üt D7, vezér üt D7, ez eddig teljesen egyértelmű. És most következik ugye a nyárs, ahogy Péter mondta, avagy kettős támadás átlókon, a megdöbbentő lépés pedig most egy vonal felfedéses átlós kombináció, vezér B6 sakk. Ez egy fantasztikus, gyönyörű lépés, tehát ugye két figura is ütheti, és hát jó, igen, megtámadtam a királyt futót, de nem is az a szép, hogy ugye itt most utána le tudom ütni a futót, hanem az, hogyha bármelyik figurával üt, mondjuk a gyaloggal leüti ezt, akkor a vezért, gyönyörű. Akár a futóval üt B6-ra a világos vezérre, a világos gyalog A6-ról üt B5-re, és matta következő lépésben, igen. Mivel hogy akkor sakkot kapott ugye a gyalogtól is, és az A1-en álló világos bástyától is, kötelező király A8, ha nem akar mattot kapni sötét, és ezek után a világos vezér B6-ról le tudja ütni a sötét nek a C5-ön álló futóját, és a tisztelőnnyel már értelmetlen tovább folytatni. Érdemes megnézni a C5-i B6-ot, C5-i B6 és A5-i B6, ugye ezt nevezzük felfedéses sakknak, és kettős ugye még a gyalog is sakkot ad, tehát ez ugye már egy felfedéses kettős sakk. Ugye a kettős sakknál azt kell tudni, hogy csak a király ellépésével lehetne védeni ugye a sakkot, itt ez most nem volt lehetséges, ugye nem tudott a király menekülni. Fantasztikus, tehát hogy a vezért feláldozzuk egy gyalogért, és ekkora mattot ad fehér. Ez fantasztikus, ez az állás, ez nekem nagyon tetszik. Néhai Bilek nagymester az ilyen állásra tudja mondani, hogy sötét méretes mattot kapott. Igen. Hát ugye, és hogyha visszanézzünk, ugye király A8-at tud lépni fekete, ott pedig ugye egész egyszer leütjük a C5 futót és tisztelőnnyel. Fehér megnyeri az állást. Úgyhogy. Nézzük akkor a következő taktikai motívumot. Az előző feladatainkban, kombinációinkban bemutattuk a kettős támadást vonalon és átlón, most ennek a kombinációja következik, kettős támadás vonalon és átlón. A világos figurákat néhai dr. Alekszander Aljehin világbajnok vezeti, egy szimultánon játszotta meg ezt az állást. Egy ismeretlen kilétű sakkozóval szemben, a szimultánon ismertek szoktak lenni az ellenfelek, csak azért, amikor a partit később bemutatják tankönyveken és más ilyen kiadványokon, akkor hogy ne bántsák meg a szimultánon résztvevő, vereséget szenvedő sakkozót, ismeretlen játékosként szokták megnevezni őket. Aljehidnek van egy pár gyalog hátránya, de hát ez az ő taktikai tehetségét igazán nem érinti. Huszár D8 sakkot adta be. Itt ugye azt tenném hozzá, hogy azt kell látni, hogyha ugye a vezér azonnal ütni a bástyát, akkor ugye a vezér üti el, ha tudtán lenne egy minőség előnye, fehérnek, tehát ugye egy futó-futó van, és egy huszár lenne csak a bástyáért, de bőven elegendő ellenértéke lenne feketének az a három gyalog, ami ott van, és ott fekete, leütve az E6 huszárt, egy picit jobban állna abban a végjátékban, és fehérnek kellene a döntetlenért küzdeni. Úgyhogy ezért jött, és ezért volt nagyon szép ez a huszár D8-sak, ugye, hogy kényszerítő erővel, ugye támadta meg az ellenfél királyát, és nem tudja, és eltereli a vezért is, ugye az E6 mező védelmétől. Tehát le kell ütni a huszárt, vezér üt D8, vezér üt D4 sakk, D5, vagyis D5, sakk. A királlyal ki kell lépni, király F8, és megnyertük még az A5-ön álló futót is.
itt azt mondom, hogy vezérüti autót is simán nyer, ugye megtámadja a céltet is, de Bástyahán egy még erősebb lépés, ezt úgy nevezzük, hogy közbeiktatás. Ugye leüthetnénk egy futót, de ugye egy erőteljesebb lépést lépünk, ugye most Bástyahán 8-al, ugye amit már néztünk, nyársalás fenyeget, ugye a király vezérnek a támadása, ugye és itt vezér D7-tel, ha elmegy a vezér, ugye menekül, akkor Bástyahán 8 sakk következne, király E7, és nem is az A5 futót, hanem a B8 huszárt ütnénk le. És pillanatok alatt itt még a király matt vezér G8-al egyetemben még a matt is nagyon gyorsan érkezne. Tisztelt nézőink, ennyi fért a mai adásunkba, ígérjük, hogy a következő műsorban folytatjuk a kombinációs elveknek és motívumoknak a bemutatását, példákkal illusztrálását. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!